Már a főzés is jó hangulatban telt a 9. Tambura Fesztiválon Bátán. A már hagyományosnak számító rendezvényen nem csak a névadó hangszert ismerhették meg a jelenlévők, de különböző tradicionális cigány ételeket is megkóstolhattak azok, akik időben érkeztek. Főzünk, sütünk, hoztuk a sok süteményeket, csülökpörköltet főztünk, van, aki birkapörköltet, lecsós tésztát, meg mindenfélét, nem tudom elsorolni, olyan sok minden. A főzőversenyt a Solti kisebbségi önkormányzat csapata nyerte meg lecsós tésztájukkal. Azért különleges, mert ezt úgy nyújtják, házi tészta, rengeteg tojással, igazi házi tészta, és szaggatják. Tehát nem szaggatják. Gyakorlatilag úgy szaggatják bele a lobogó vízbe, és ez ilyen tenyérnyi tészták. Balogh László a felmenői és a már elhunyt bátai zenészek emlékére hozta létre először ezt a rendezvényt. Bízok benne, hogy ez a rendezvény a következő évben a 10. lesz, és nem áll meg. Tehát van egy olyan mondásom nekem, hogy előttem az utódom. Mindig van, aki majd tovább viszi azt a stafétát, amit én elkezdtem. És remélem, én örököltem az öregeimtől ezt a lehetőséget, én továbbadom. Az eseményen 11 együttes lépett fel, és szórakoztatta az érdeklődőket.